fehér mezben, illetve piros alsónadrágban, rövid nadrágban. A Budafok, ők kezdték a mérkőzést, hazai piros-fekete felszerelésében pedig a Honvéd. Kocsis visszatették volna neki a labdát, de aztán a védő kifejelik, Szabó Alex tovább mellel. Ez jó játék, Szabó, egy beadás, és itt van az első védés. Jól kezd a Honvéd, rögtön az első percekben beszorítja a kapu elé a vendégegyüttest. Most a beadás, ezt kiöklözi Gundel Takács, Lőrinci, jó a csel. Laposan is, ott a gól! Vezet a Honvéd. Keresi Zalán már a 6. percben megszerzi a vezetést a hazai együttesnek. Lőrinci begyűjti, ez szép csel, és nagyon üresen ott az ötösön belül várja a labdát. Keresi szinte senkitől sem zavarta, ha passzolja be. Erős Gábor a mérkőzés előtt azt mondta, hogy szeretnék minél tovább kapott gól nélkül tartani az ellenfelet, miközben egy helyzet és egy gól! 1-1! Horvát! Lőrinci laposan, kiléptek a védők, Kocsis, Kocsis, jó a csel, most teszi tovább, egybe csúszó szerelés, 11-es! Büntetőhöz jut a Honvéd! Holman Dávid! És kivédi Gundel Takács! Jó a csel szeretőtől, középre, Horváth Olivér, középre, Német, Német. Maradt támadásban a Budafok, egy lövés! Védett dús! Holman. Egy ívelés középre, még mindig ott van, Keresi! Megszerzi Olá, Német, Német ellövi, dús. Holman, laposan, ez jó sarkazás, ott a lehetőség, és ez bizony nagy védés, mert nem volt les. És akkor egy-egyről jön a folytatás, majd a hazai együttes kezdi meg a második játékrészt. Elek, ez eddig jó támadás, Elek! Egy beadás, Adorján, Német, egy kézről vágódik le, talán mehet tovább is, egy nagy védés dústól. Kocsis Dominik a szélen, Holman, jó a játék, Kocsis, levágódik, ott a lövés és a gól! Megint csak Keresi, és megint csak vezet a Honvéd. Ez nagyon jó összjáték Holman és Kocsis között. A levágódó labda után pedig még szerencséje is van a Honvédnak. És olyan észrevette Keresi, hogy ott neki meg kell fordulnia, az is dicsérendő. Kocsis, beadás, Keresi! A túloldalon már egy beadás Kocsistól. Ki kell ütnie Dúsnak. Kocsis még. Holman. Kihagyja! Honvéd vezetése megpróbál elsősorban magyar játékosokra építeni, és a fiatalok mellé rutinos játékosokat igazoltak a nyáron. Elek közben a 16-oson belül, Elek! Kocsis! Kocsis, ellövi! Mindent megpróbál a Budafok. És a fejes, és a gól! Egyenlít a Budafok! Csapatkapitány Olá Bálint. Itt a beadás, mindenkit megelőz Olá Bálint. És ezt már nem tudja védeni Dús Gellért. Olá Bálint. A legutolsó lehetőségből egyenlít a vendégegyüttes. És itt is a vége.